Minden probléma a tudat alattiból származik. Szóval csak ott lehet megoldani. Ki kell nyitni, és be kell menni. De nehéz, mert lehet, hogy van hozzá kulcsom, a lakatot csak gyakorlással lehet leszedni. A neheze csak ezután jön, kitalálni, hogy hol a kapcsoló. Mert a sötétbe nem megy be az ember. Aztán kitapogatod, hogy hol van. Remegő kézzel felkapcsolod, de a szemed még nem nyitott ki. Ki tudja, mi volt a sötétben, amit most már láthatsz is. Belépsz. Mindenhol pókhálók és kiolvashatatlan feliratok. Kacatok hevernek a földön. Por. Allergiás vagyok a porra. De te csak azt az egy dolgot keresed. Egy új ablakat. De hát nem te tetted oda? Na jó, szóval bejutottunk. Furcsa pozíciót veszel fel, csak az ajtó miatt. Keresed, keresed. Megvan, a befőtt! Kitakarodsz. Próbálod visszatenni a lakatot, még valami rád szabadul. Szaladsz. Megvan a kiárat. Villany. Lakat. Kiértél. De már nem vagy ugyanaz. Kicsit mindig változik az ember. Ha lemegy oda. Probléma? Amikor az ember más, mint a többiek, megkapja magáét. Ezért próbáljuk elrejteni a másságunkat. De ez szinte sose sikerül, mert az, ami történt velünk, örökre megmarad. Látszik a bőrünkön, a lépteinken, a szemünkben. Ki tudja, mennyire jó ez. Valószínű sem ennyire. Mert ha valaki különleges, és nem hosszú hajú vékony, vagy kigyúrt és mamlasz, kinézik. Mindenki megbámulja a furát. Mindenki elkönyveli magában, hogy ez nem jó. De senki se kérdi meg, hogy mi történt. Hogy mi a baj. Ítélkeznek, de sosem érdekli őket, hogy min. Sokszor akarunk visszaváltozni, de van, hogy többet ártunk vele, mert minél jobban küzdünk,
annál jobban belénk épül. A második lépés fontosabb, mint az első, mert ha megléped, már tudatosan bevállalod azt, ami rád vár. Rivalda fénybe kerülsz. Ugyanakkor már fel vagy készülve a megrohó tekintetekre, és azt is tudod, hogy kendőzd el. De az emberek akkor is a lelkedbe verik, hogy más vagy. Amikor már készen állsz a változásra, és eldöntöd, hogy megszabadulsz a furcsaságaitól, jön valami. Egy szikra, vagy nevezzük a megvilágosodásnak. A harmadik lépésre már felvállalod magad és a másságod. Büszke vagy a különlegességedre. De ennek ellenére egyedül maradtál. Klisé. Egyedül vagy. Félsz attól, ami rád vár. Már hogy ne félnél. De megteszed. Az elején minden szép. Aztán bevillan. Nem. Te boldog vagy. Nem bírod. Rohansz, szaladsz valahova. Igazából húz valami arra a helyre. Aztán az a kemény nyomás megszűnik a mellkasodban. Odaértél. És most már tudod is. Nem akarod elhinni. Ő is olyan, mint te. Az elején furcsa, hogy ő van melletted. Csak nézed. Aztán megszokod.
összeköt valami. A végén már mindent együtt csináltok. De hiába vagytok ugyanazok. Te még jobban akarsz tetszeni neki. És akkor bevillan. Már tudod, hogy meg kell tedd. Félsz attól, ami rád vár. Már hogy ne félnél. De megteszed. Vége?